Sziasztok! Majdnem egy hónap után elérkeztünk a bajnokság döntőjéhez. Ha esetleg nem láttátok a korábbi részeket, kattintsatok a fenti infokártyára, és egy lejátszási listán nézhetitek meg ezeket. Ha a későbbi filmekre is kíváncsiak vagytok, iratkozzatok fel a csatornánkra, és ha a harangra is rákattintotok, értesítéseket fogtok kapni majd az új részekről. A döntőben két csodálatos kutyafajtát hasonlítunk össze egymással, az olasz Cane Corsót és a németek büszkeségét, a Rottweilert. A félreértések elkerülése véget itt szeretnénk ismét felhívni a figyelmeteket arra, hogy ebben a bajnokságban 5 általunk választott szempont alapján hasonlítunk össze fajtákat. Nagyon fontos megjegyeznünk, hogy minden fajta értékes és különleges magában is. Minden kutyát speciális célokra szelektáltak, tenyésztettek ki, mindegyik másban igazán jó. Egy játékos versengés lefuttatásához azonban kellett egy szabályrendszer, ezért döntöttünk az 5 pontos értékelés mellett. A döntő eredményének kihirdetése után ne lépjetek majd azonnal tovább, lenne néhány felvetésünk a számotokra. A Cane Corso egy olasz masztív kutyafajta, aminek az eredetéről komoly viták dúlnak a kinológusok között. Van, aki az ókori Rómáig vezeti vissza a múltját, és az antik Canis pugnacis leszármazottjának tartja, mások szerint viszont a nápolyi masztív könnyedebb, mozgékonyabb verziója. Ezt eldönteni mi nem tudjuk, de tény, hogy a Cane Corso nem most kezdte a karrierjét, az olasz vidék megbízható őrzővédő kutyája volt évszázadokon át, emellett nagy vadakra vadásztak vele. Relatíve késő el- és felismert fajta, az FCI csak 1996-ban ismerte el hivatalosan. Ma ezeket a lenyűgöző kutyákat őrzővédő, rendőrségi, nyomkövető kutyaként vagy családi kutyaként használják. A Rottweiler az egyik legnagyobb múltú német kutyafajta, egyes kinológusok őseit a római légiók idejéig vezetik vissza. Ami valószínű, az az, hogy a késői középkor Németországában Rottweil város környékéről terjedtek el, és elsődleges feladatuk a marhacsordák terelése és védelme volt. Másrészt hentesek, mészárosok mellett használták a nagytermetű vágóállatok lefogására, ezért hívják német nyelvterületen néha még ma is mészáros kutyának. A 19. század végétől, 20. század elejétől a Rottweiler egyre inkább a fegyveres testületeknél találta meg a helyét, akik felismerték e fajta nagyszerű őrzővédő tulajdonságait, precizitását és képezhetőségét. Ami miatt nem nagyobb az elterjedtsége például a rendőrségen belül, az az, hogy a Rottweiler szemben a német juhásszal például nagyon nehezen vagy egyáltalán nem tudja elfogadni a gazdaváltást, ami a fegyveres testületeknél bizony gyakran előfordulhat. És akkor jöjjön az ebben a bajnokságban utolsó 5 pontos értékelés. 1-es az elrettentés erőssége. A Cane Corso nagytermetű, 50-60 kg körüli tömegével és sötét, fekete vagy tigriscsíkos színével ösztönös félelmet vált ki az átlag emberből. Nagyon kevesen vannak, akik állni tudják éber, átható tekintetét. A Rottweiler testtömege 40-50 kg, testszíne többségében fekete. Elrettentő hatását jelentősen fokozza, hogy sok hollywoodi filmben szerepelt a fő gonoszként, ami megmaradt az emberek emlékezetében. A hollywoodi hatás nélkül kiegyensúlyozottnak éreznénk az elrettentő hatást, a média által a fejekbe ültetett sztereotípiák miatt itt azonban enyhe előnyt érzünk a Rottweiler javára. Cane Corso, Rottweiler 0-1. 2-es, az ugatás erőssége, a harapás ereje. Ezt korábban is említettük, a Cane Corso harapási erejével kapcsolatban meglepő adatokat találtunk, és mivel komolyan kételkedtünk ezekben, több helyen is utána néztünk mindennek. Minden általunk csekkolt forrás, szám szerint 4, 600-700 PSI közötti erőséget alapít meg mérési eredmények alapján ennél a fajtánál. Ugyanezek a források a Rottweiler harapási erőségét 330 PSI környékére mérik, ami körülbelül fele a Cane Corsónak. Mindkét fajta ugatási erőssége intenzív és nagy, ami riasztó hatású. A harapási erősség miatt azonban ebben a körben előny a Cane Corsónál. Cane Corso, Rottweiler 1-1. 3-as, a képezhetőség. A Cane Corso értelmes és intelligens fajta,
általában jól képezhető a legkülönféle célokra. Maszti fősei miatt azonban hajlamos a makacságra és az önfejűségre, képzéséhez kitartás és következetesség szükséges. A Rottweiler a világ egyik legjobban képezhető kutyája, szinte mindenre megtanítható és alkalmazható különböző munkaterületeken. Szellemileg jól terhelhető, magabiztos és bátor, hatalmas ereje miatt elsősorban tapasztalt gazda mellé való, értő kezekben az egyik legjobb őrzővédő kutyává fejleszthető. Ebben a körben a Rottweiler érdemli a pontot. Kane Corso, Rottweiler, 1-2. 4-es, egészség és élettartam. A Kane Corso sajnos egyre népszerűbb, ezért beindult a fajta tömegtenyésztése. Ennek következtében egyre jellemzőbb körükben a diszplázia szinte minden formája, az epilepszia és az allergiák. Jellemző élettartamuk 10 év körül van. A Rottweiler egészséges fajtának tekinthető a nagy testű kutyák között. Ugyan ritkán, de körükben előfordulhat diszplázia, az utóbbi időkben esetenként megjelent ekaszív betegségek. Átlagos élettartamuk 10 év. Mindkét fajtánál kiemelten fontos, hogyha mellettünk dönt valaki, lehetőség szerint kontrollált tenyészetekből vásároljon, szűrt szülőktől kiskutyát. Mivel a Rottweiler esetében ritkábbak az öröklött betegségek, ebben a körben ő érdemli a pontot. Kane Corso, Rottweiler, 1-3. 5-ös, családbarátság, gyerekbarátság. A Kane Corso amellett, hogy félelmetes harcos, végtelenül kedves és ragaszkodó társ. A gyerekeket maximálisan jól tolerálja, a kutyavilág egyik legcsaládcentrikusabb fajtája. Kevés olyan őrzővédő fajtát ismerünk, amelyik ennyire családcentrikus lenne. A Rottweiler jellemzően egy gazdás fajta, mely a falkavezéren kívül másnak nem, vagy csak vonakodva engedelmeskedik. Karaktere miatt a család ritka látott tagjaival nem feltétlenül türelmes, határozott vonalat húz a közvetlen családtagok és mindenki más között. Itt egyértelmű a Kane Corso előnye. Kane Corso, Rottweiler, 2-3. Azaz 3-2 a Rottweiler javára, amivel a forduló és a bajnokság nyertese a Rottweiler. Amellett, hogy gratulálunk, mély tiszteletünket fejezzük ki minden ebben a versenyben szereplő fajta irányába. Nektek szeretnénk megköszönni a folyamatos figyelmet és a sok-sok visszajelzést az elmúlt egy hónapban. Két dolgot kértetek tőlünk a bajnokság során. Ezek közül az egyik az volt, hogy a bajnokságban résztvevő 16 fajtát más párosításban is hasonlítsuk össze. Ha megírjátok nekünk kommentben, hogy milyen párosításokat látnátok szívesen, mi egy szavazást szervezünk majd a beérkező javaslatokból, és elkészítünk még 3 összehasonlító részt. A másik kérés pedig az volt, hogy készüljenek más kutyafajtákkal foglalkozó sorozatok is. Rajtunk nem fog múlni, írjátok meg, mire vagytok kíváncsiak. Ha érdekel titeket a folytatás, iratkozzatok fel a csatornánkra, és így értesítéseket kaptok majd ezekről. Köszönjük a figyelmeteket, és várjuk visszajelzéseiteket!